Felbojdult a sétakert, ott tartották tegnap a mezei futás diákolimpia járási döntőjét. 5 korcsoportban 350 versenyző rótta a köröket a minél jobb helyezésekért és a továbbjutásért. A kanizsai iskolák mellett a környező települések leggyorsabb diákjai is részt vettek a versenyen. Érkeztek futók például Nagyrécséről, Zalakomárból, Galambokról is. Az egyéni megmérettetés mellett az iskolák is versengtek. Az őszi-tavaszi összetett versenyt a Kőrösi iskola nyerte a Rozgonyi és a Péterfi előtt. Alapmozgás. A mai mozgásszegény életmódban mindennek az alapja a futás, a torna, a gimnasztika és az úszás és minden egyéb testmozgás és minden egyéb sportág, amit művelünk, vagy éppen nem művelünk a testnevelés órákon az iskolákban. És még egy nagyon fontos tényező van, amit később aztán már elfelejtenek a gyerekek és a felnőttek, hogy a kicsik, a kisgyerekek még szeretnek is futni ráadásul. A nagyobb bacskák már ritkán, de azok, akik szeretnek, azoknak mindenképpen lehetőséget kell adnunk, hogy versenyszerű körülmények között is megmérettethessék magukat.